Köszöntöm hallgatóinkat, Önök a választás 2024 kerepes polgármesterjelölti és képviselőjelölti riportsorozatát hallják. Magyar János vagyok. A mai műsorban a hetes körzetben függetlenként induló Elekesné Kovács Melinda képviselőjelölt bemutatkozását és terveit ismerhetik meg. Elekesné Kovács Melinda képviselőjelölt asszony, köszöntöm a műsorban. Szép napot kívánok mindenkinek, jó reggelt itt péntek reggel. Ismertetném a szabályokat. A kérdések feltétele után közlöm a válaszra fordítható időkeretet. Az időkeret lejárta előtt egy perccel egy hangjelzést fog hallani, 30 másodpercnél egy újabb hangjelzést fog hallani, majd az utolsó 5 másodpercben másodpercenként szintén hangjelzést fog hallani. Azt a mondatot, amit elkezdett, még befejezheti, de új mondatba már nem kezdhet bele. Érthetőek a szabályok? Igen, igen, teljesen világos minden. Rendben, akkor kezdjük. Kérem, mutatkozzon be a választóknak. Erre 5 perc áll rendelkezésére. Köszönöm szépen első körben a lehetőséget erre a beszélgetésre. Én nagyon örülök, hogy sokan részt vesznek. Szóval egy pár szóban rólam, ki is vagyok én és mi is vagyok én. Elekesné Kovács Melinda a tisztességes nevem. Én Törzsgyökeres, Szilas-ligeti, hát most már ugye kerepesi lakos vagyok. Van egy kislányom, és a férjemmel húztuk itt az igát közösen itt 20 éve. Szegeden ismerkedtem meg a férjemmel, ott is éltem egy másfél évet, majd tovább költöztünk Angliába, ahol körülbelül 4, majdnem 5 évet töltöttünk együtt, és tulajdonképpen a honvágy hozott vissza kerepesre. Nekem rengeteg jó élményem, nagyon sok barátom van innen. A gyerekkoromról tényleg csak ilyen szuper latinuszokba tudok beszélgetni, tehát a közösségek, a szülői összetartozása, az együtt eltöltött utcai focizások, az árokba rohangálások, ez nekem mind megvolt, és én ennek borzasztóan örülök. Iskoláimat tekintve egyébként közgazdászként végeztem, és külkereskedelmi üzletközpői felsőfokú vizsgát is tettem. A szakmámban ezt most így tudom kamatoztatni, hogy én 15 éve dolgozom a logisztikában, a családomat tekintve egyébként vendéglátós vérvonalon vagyunk, ugye már a nagymamám is vendéglátozott, a szüleim is, és a férjem is vendéglátásban is tevékenykedik, Isten igazából. Ugye a szakmámból fakadóan rengeteg emberrel ismerkedek, külföldiekkel, különböző nemzetiségűekkel, hát itt kamatoztatom nyilván a nyelvtudásomat, és tisztolódik a kapcsolattartási formátumom. Amit én szeretnék itt kerepesnek átadni, illetve visszaadni azokat az élményeket, amik nekem voltak, mint gyerek, és megteremteni azt a fajta lelki stabilitást, amiért én visszajöttem. Tehát az a honvágy, ami nekem volt, az egy borzasztó nagy tanítás volt számomra, és azt gondolom, hogy ezért akarok én kerepesért dolgozni, hogy ha valaki el is megy, akkor ide visszahúzza a szíve. Körülbelül ennyit gondoltam megosztani. Köszönöm. Akkor kezdjük a kérdéseket. Miért döntött úgy, hogy indul a 2024. évi önkormányzati választáson kerepesi képviselőjelöltnek? A válaszra 3 perce van. Isten igazából én már 2,5 évvel ezelőtt próbálkoztam, őszintén megmondom, hogy akkor a fülembe jutott, hogy volt egy megüresedett szék a testületben, az egyik bizottságban, és én akkor már jeleztem az önkormányzat vezetősége felé, hogy ingyen bérmentve felajánlanám magamat, a tudásomat, hogyha igényt tartanának rá, természetesen mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül, és akkor én erre nem kaptam választ. Egy kicsit úgy éreztem, nem értettem Isten igazából, hogy valaki ingyen felajánlkozik, akkor ugyan miért nem hallgatják egyáltalán meg. Na, de mindegy is, ezen így túlléptem, és úgy gondoltam, hogy ettől függetlenül én elkezdtem figyelni itt az eseményeket, akkor már elkezdtem följárni a bizottsági testületi ülésekre, tartottam az elmúlt 2,5 évben a kapcsolatot képviselőjelöltekkel, és beszélgettünk, megvitattunk témákat. Nagyon, nagyon jó tapasztalataim voltak ebből az időszakból, és
és ezért döntöttem úgy, hogy most én idén elindulok. Akkor már az előző ciklusban gondolkodtam rajta ugyan, hogy el kéne indulni, de nem éreztem magamat készen rá. Most viszont 100%-osan biztos vagyok abban, hogy a döntésem a teljes mértékben megfontolt, és fel is vagyok rá készülve. Tehát jó volt ez a 2,5 év, és jó volt, hogy az előző ciklusban nem indultam, most viszont érzem magamban az erőt, hogy el szeretnék indulni, és tudnám is csinálni, és szeretném is csinálni. Rendben. Következő kérdésem. Kerepesen a közbiztonság az elmúlt időszakban nagyon leromlott. Milyen tervei vannak a probléma kezelésére? 3 perces időkerete van. Én nagyon nagy szerepet gondolok a polgárőreinknek. Én azt gondolom, hogy ők nagyon-nagyon sokat tesznek a lakosságért. Én mindenkit buzdítok arra, hogy igenis támogassák, hiszen ők függetlenül teszik a dolgukat, és értünk, minket szolgálnak. Tehát ez nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy ők miértünk vannak. Ők nem párttal, vagy nem szervezet, ők saját magukat képviselők, önállóak, és értünk a lakosságért vannak, és én mindenféleképpen szeretném őket továbbra is támogatni. Önkormányzatilag azt gondolom, hogy a kamerarendszer kiépítése teljesen alap. Ez az egyik legszükségesebb dolog, amit meg kell lépnünk. További kommunikációt szorgalmaznék a szomszédos városokkal és településekkel, több kerekasztal beszélgetést, ütemezett egyeztetéseket a rendőrséggel, és összefogást. Ezt másképp nem lehet megoldani, csak összefogással. Milyen hiszem azt, és úgy gondolom, hogy olyan emberek kellenek ide, akik nem egy egyszemélyes harcot kívánnak megvívni, hanem egy nagy csapattagjaként szeretnék ezt a problémát felkarolni, és együtt tudunk tenni a rendért. Én ebben hiszek, én ezt gondolom, hogy ez lenne a legjobb lépés, és őszintén megmondom, hogy igen, be kéne vonni a roma kisebbségi családokat is, hiszen igen, ott is vannak nagyon rendes emberek, nagyon rendes családok, akik szintén igényelnék a rendet. Tehát az, hogy most mit járunk, az azt gondolom nem feltétlenül Kerepes problémája, ez sajnos egy agglomerációs probléma, és ezt a problémát közösen, és igen, a roma kisebbséggel együtt is kell, hogy dolgozzunk rajta. Én ezt gondolom, hogy így lenne jó. Értem. Sokan panaszkodnak a helyi buszjárat menetrendjére, útvonalára, a megállók állapotára. Hétvégi, illetve rendezvények idején a busz hiányára. Vannak-e tervei a buszközlekedéssel kapcsolatban? 3 perc áll rendelkezésére. Nagyon megértem egyébként a lakosságnak a felbőszülését. Valóban egyébként, hát gondoljunk bele, egy esős, egy jeges időben, egy hó idején azért az, hogy ott kell állni a hidegben, a melegben, egy pad nincsen a busz megállókban, abszolút egyetértek, és osztom a véleményüket. Erre azt tudom mondani, hogy mindenféleképpen el kéne forrásokat erre ütemezni, tehát be kéne, de ha most nincs rá forrás, akkor én mindig azt mondom, hogy régen is kaláka rendszerben építkeztünk, segítettünk egymásnak, a csatorna rendszerbe belefitettünk, stb. Tehát ez most is működhet, hogy egy busz megállóra összedobunk, vagy esetleg lemegyünk lakossági szinten, és mindig egy-egy körzetben rendbe rakunk egy-egy busz megállót. Tehát a közös érdekünk. Tehát az, hogy most nincs forrás, az egy dolog. Oké, próbáljuk akkor meg összefogással megoldani. Én azt gondolom, hogy ez a segíts magadon, Isten is megsegít dolog, ez abszolút működni tudna. De persze, hát próbáljunk forrást is találni. A busz, hát a busz az marha nagy, nem tud befordulni kisebb utcákban, tehát abszolút támogatnám azt, hogy legyen egy kisebb buszunk is, ha megoldható, és akkor mixeljük a menetrendet, kis busz, nagy busz, és akkor talán a menetrendet olyan szépen össze lehetne fésülni, hogy tényleg azok az emberek, akik mondjuk ott laknak a Martinovics és környékén, el tudnak jutni úgy a szilasi vagy a kerepesi megállóba, hogy nem kell végig csaptatniuk akár a dombon, akár a rossz járdákon. Tehát amik itt a programokban egyébként mástól elhangzottak, én csak azt tudom hozzátenni, hogy tudnám támogatni az ötleteket. Nyilván meg kell nézni a matekot, de
nem tudok én sem mást hozzátenni, mint azt, hogy támogatnám ezekre szánt fejlesztéseket. Köszönöm. Kerepes úthálózata hagy kívánni valót maga után. Milyen tervei vannak az úthálózattal kapcsolatban, illetve a hármas úttal vannak-e tervei? Szintén 3 perces időkeret áll rendelkezésére. A Kerepes úthálózatával kapcsolatosan azt tudnám, mint terv felhozni, hogy én nagyon szívesen látnék egy olyan összefoglaló tervezetet. Tehát amikor összeül a jövő ciklusa, soroljanak fel 10 olyan utcát, amit szeretnénk leaszfaltozni, és hogy ezt miért szeretnénk leaszfaltozni, hogy lássuk, hogy tehát már mielőtt bejön egy pályázat, hogy mielőtt pénzt próbálnánk meg elhatárolni ezekre a fejlesztésekre, már legyen a fejünkben egy terv, hogy mi az a 10 darab utca, ami esetleg mindenkinek megfelelne, hogyha éppen tudnánk valamire pályázni. Tehát ne akkor, amikor bejön egy pályázat, kezdjünk el vitatkozni azon, úristen, az én utcám vagy te utcám, nem. Már legyen erről egy megállapodás, hogy gyerekek, ha arra kerül a sor, hogy kapunk 30 millió forintot, akkor az melyik utcára költenénk el. Erről legyen egy terve az önkormányzatnak, hogy hasracsapásszerűen tudjunk reagálni. Próbáljunk hozzájuk költségterveket csatolni, hogy lássuk, hogy miről beszélünk. Tehát legyen a fejünkben egy terv. És ha ott van a fejünkben a terv, akkor már nem fog idő elmenni azzal, hogy vitázunk azon, hogy én ezt az utat szeretném, én meg azt, mert mindenkinek már mielőtt ez a probléma felmerült, már van egy megállapodásunk, egy belső tervünk. Én ezt szorgalmaznám, hogy legyen egy terv, ami mindenki számára elfogadható, annak a 11 embernek, aki vezetni fogja a következő ciklus. Ja. Kerepes gazdálkodásával kapcsolatban kérdezném, vannak-e tervei a város bevételének a növelésére, adónöveléssel vagy egyéb módon? 3 perc szintén a válaszadási lehetőség. Hát első körben azt emelném ki, hogy meg kéne tartani azokat a vállalkozókat, akik itt vannak. Tehát kommunikálni velük, megérteni az ő problémáikat, mérlegelni azt, hogy mondjuk annak a problémának a megoldása az önkormányzat számára mekkora ráfordítással járna, és mekkora bevételt generál az a vállalkozás, aki itt marad, ha mi teljesítjük az ő kérését. Több vállalkozótól hallottam, hogy azért ment el, mert egyszerűen az önkormányzat passzívan állt hozzájuk. Tehát én azt gondolom, hogy itt nyitott ajtókat kell döngetni a vállalkozásoknak, mindenféleképpen beszélgetni kell velük. Ezen kívül nem tudom, hogy emlékszünk-e még arra az időre, hogy itt rengeteg kisebb kis boltocska volt, itt volt mini fagyizónk, volt egy kis cipőüzletünk, volt egy kis festékes fönt szép hegyen, voltak kis mini kocsmáink, és ha tudnánk, hogy egyébként a lakosságnak milyen boltokra lenne igénye, talán ha erről egy felmérést csinálnánk, és ezt közzétennénk, lehet, hogy újra vállalkoznának az emberek, ha látnák azt, hogy igény van erre, akkor lehet, hogy ő is azt mondja, hát vállalkoztam, hát vagy nem vállalkoztam, de látom, hogy szükség lenne rá, megpróbálom. Tehát mindenféleképpen az, hogy kommunikáljunk ugye a lakossággal, hiszen ők fognak tudni vállalkozni. És őket kell buzdítani arra, hogy esetleg támogatjuk majd őket egy pályázatfigyeléssel. A jövő ipari parkját is tényleg egy bekötő úttal az M31-ről, az is egy nagyon nagy projekt lenne, de szigorúan az M31-ről egy rövid bekötő utat tudnék elképzelni. Támogassuk a jövő vállalkozóit, meg a mostani vállalkozóit ingyen reklámmal, tanáccsal, bármivel, a lényeg, hogy legyen kedve az embereknek vállalkozni, ez a fontos. Köszönöm. Nem könnyű, de próbálkozni kell, sok kicsi sokra megy. Köszönöm. Kerepesen sokan mondják, hogy nincs közösségi élet, kevés a közösségi tér, a játszótér. A focipálya korlátozottan használható a lakosság számára. Vannak tervei ezzel probléma megoldására? 3 perc van rá. Közösségi élet, hát ez kérem szépen az van, hogy én arra jöttem rá itt az elmúlt időben, hogy amúgy itt vannak programok, csak nem tudunk róla.
Tehát az, hogy például Szabó Magdában van egy csomó szuper program, csomó szuper kezdeményezés, nem is tudok róla, és nem csak én, hanem mások sem tudnak róla, tehát a reklámot szeretném itt is kiemelni, nagyon fontos, hogy reklám legyen. Régen nem voltak játszóterénk, mégis tudtunk játszani, nem volt úgy focipályánk, mégis tudtunk focizni. Tehát én azt gondolom, hogy itt megint ott járunk, hogy most közösségi terek. Tehát, ha jó emberek akarnak összejönni, akkor össze tudnak jönni, hiszen vannak azért játszóterek, nyilván kellene több, nyilván jó lenne, ha időbeosztásban több mindent ki tudnánk használni. Például én gyerekként megengedték nekünk, hogy itt a Szilasi iskolában használjuk az udvart, és sokat jártunk oda kosarazni. Én most nem tudom, hogy a Keresztesi iskolában milyen lehetőség lenne arra, hogy esetleg tényleg kibérelni a kültéri focipályát, és erre kitalálni egy applikációt, vagy egy bérleti rendszert, hogy nyomon lehessen követni, ha bármi történik, rongálás, hogy kibéreltetik. Tehát, hogy vannak egyébként tereink, csak hogy nem tudom, hogy miért nem használjuk, hogy miért nem használhatjuk. Ezen kívül nyilván az, hogy most jó lenne leülni egy kofa sör mellé egy pizzát megenni. Tehát az, hogy a vendéglátó egységeink innen elmentek vagy bezártak, ez is egy felmérés, hogy lenne igény újra kis kocsmákra. Ha lenne, lehet, hogy újra nyitnának a vállalkozók. Én ezt tudom, hogy van program, nyilván lehetne többet is csinálni, gondolkozni kell azon, hogy koncertekkel régen a Széchenyi iskolában koncertek is voltak, Bestiák, Sájgák, hát települjenek ki, oda újra ilyen árusok, legyen helypénzrendszer. Tehát lehetne gondolkozni sok mindenen, hát össze kell kitolódnunk itt, mint lakosság, és menjünk újra kosarazni, menjünk újra focizni, vagy menjünk újra röpízni. Hát a kondipart mellett ott van egy mini kis röpipályán, hát menjünk röpízni. Senki nem tart minket vissza ezektől, csak legyen ennek egy reklámja, legyen ez felkarolva. Én ezt gondolom. Köszönöm. Jelenleg Kerepesen orvos hiány van. Milyen javaslatai vannak ennek megoldására? 3 perce van rá. A házi orvosi probléma az egy országos probléma. Azt gondolom első körben, hogy becsüljük meg azokat az orvosokat, akik most itt vannak. Nem tudom, hogy tudják-e a hallgatók, de naponta van, hogy 160-180 beteget látnak el az orvosink. Ez egy borzasztóan magas szám. Tehát ez egy olyan szintű fizikai és agyi munka, amit örüljünk, hogy ezek az orvosok még tartják itt nekünk a frontot. Tehát becsüljük meg őket, óvjuk őket is, simogassuk őket is, mert rájuk nagyon nagy szükségünk van. Szóval, és ragadjunk meg minden alkalmat, ha bárki ide akar jönni, egyeztessünk. Tehát én nekem a fülembe jutott, hogy amúgy voltak itt jelentkezők, de nem tudom, hogy mi történt az egyeztetésekkel. Tehát egyszerűen nem tudom, hogy hol akadtak meg ezek az egyeztetések. Ezt jobb lenne jobban belelátni, jobban átlátni ezt a dolgot, de azt gondolom, hogy bárki, aki ide akar jönni, azt mézzel vajjal kínálni, és tulajdonképpen körülugálni, és megérteni, hogy hogyan tudjuk őt kiszolgálni. És nem mellesleg azon is gondolkoztam, hogy azok a diákok, akik most végeznek az egyetemeken, hogy már most megkeresni őket, és esetleg egy ilyen támogatási rendszerben már elkezdeni őket a mostani orvosaink mellett tanítgatni, velük együtt tanítgatni, és hogy elkötelezzék magukat Kerepes mellett, esetleg már most így egy ilyen kis akadémia rendszerben. Meg hát megkérdeztük a jelenlegi orvosainkat, hogy ők tudnak-e idehozni orvostársakat, ők ismernek-e valakit, akik szívesen ajánlanának. Szóval ez egy olyan probléma, amit nem ismerek, nem látok pontosan, de azt gondolom, hogy az iskolarendszerbe való elhíresztelés az, hogy nekünk lenne igényünk házi orvosra, és már most támogatni a jövendőbeli házi orvosokat, szerintem egy jó ötlet lehet, vagy egy jó ötletnek tartom, de hát még lehet itt ma gondolkodni sok minden máson is. Hát össze kell dugni a fejünket, az biztos. De a mostani orvosainkat magas latokba kell emelni, mert amit ők most letesznek az asztalra, az egy emberfeletti teljesítmény. Köszönöm.
Lenne-e még valami, amit fontosnak tartana megemlíteni, kérem mondja el, erre 5 perc áll rendelkezésére. Eszembe jutott, hogy nem nagyon beszélünk a közmunkaprogramról. Én nem tudom, hogy most Kerepesváros részt vesz a közmunkaprogramba. Én amikor megyek át Pótra vagy Nagytartra, én ott látom, hogy a közmunkaprogram keretében locsolják a virágokat, ültetnek új ilyen kis árvácskákat, tehát hogy ez nálunk, én ezt nem látom, vagy lehet, hogy rossz időben közlekedek, nem tudom. Tehát a közmunkaprogramot fellendíteni újra, én azt gondolom, hogy ebben igenis van ráció, ezt szintén körül kéne járni ezt a témát. Továbbá a választásoknál én nagyon javaslom a lakosságnak, hogy nézzék meg, hogy kire személyre szavazzanak. Fontos, hogy egy nyitott, közvetlen személy szavazzanak be a testületbe. Olyan személyt, aki ha arról van szó, tudja hallatni a hangját, és mindenféleképpen olyan ember, aki elérhető legyen. Tehát a megoldásokhoz a lakosságon keresztül vezet az út, és ezt kell képviselnünk, a közvetlenséget. Én mindenkinek egyébként sok sikert kívánok, egészséges versenyt kívánok, és egy borzasztó nagy hajrát az utolsó 2 hétben. Utolsó kérdésem az lenne, hogy miért szavazzanak önre a választók? 2 perce van rá. Én nagyon sokat tapasztaltam egyébként, közösség szerint, terén, vezetés terén, élethelyzetek terén. Nagyon sokat harcoltam már az életemben, többször voltam olyan élethelyzetben, amiben azt gondoltam, hogy lehet, hogy nem fog tudni felállni, mégis sikerült, én erre büszke vagyok. Számomra ez az egész képviselősdi is egyébként egy borzasztó nagy kihívás, de felkészültnek érzem rá magamat. Hiszek a folyamatos fejlődésben, és hiszem azt egyébként, hogy Kerepesváros jól járna velem, ha rám szavazna. Igen, azt gondolom, hogy tudnék hasznos tagja lenni ennek a képviselőtestületnek. Köszönöm a válaszait. Zárszóként pár szóban mit üzenne még a választóknak? Hát kitartást, türelmet, tudom, hogy borzasztó nehéz dolga van a lakosságnak. Én bíztatnék mindenkit arra, hogy menjen el szavazni. Fontos az, hogy azért menjen el szavazni, mert hogyha van olyan, ha nem tudja, kire akar szavazni, de van olyan, akit nagyon nem szeretne ott látni, akkor már csak azért menjen el. Takarja le azt a nevet, akit nem szeretne ott látni, és nézze meg, hogy a többi opcióból ki az, aki számára akár párt, akár a függetlensége miatt, akár a kampánya, akár a közvetlenség, bármi miatt számára a legelfogadhatóbb. De menjen el szavazni, ja, és ne felejtsék el, hogy nézzék meg, hogy a lakcímkártyájuk és a személyigazolványuk érvényes legyen, mert enélkül nem tudnak majd szavazni. Tehát lakcímkártya, személyi szám, és menjenek szavazni, mert arra, akit nem szeretne ott látni, akkor arra ne szavazzom. És szavazzon azokra, akiknek esetleg esélyt szeretne adni. És hajrá mindenkinek! Elekesné Kovács Melinda, köszönöm az interjút. Én is köszönöm szépen a lehetőséget még egyszer. A kampányához és a választáshoz kívánok sok sikert és sok szavazatot, önöknek pedig a figyelmet, Magyar Jánost hallották.